Drága hölgyek és urak, foglaljatok helyet! Ma jöttem délelőtt Pestről, és csak 20 percet késett a MÁV, de mi nem fogunk annyit késni, úgyhogy arra gondoltam, hogy ne késünk egyáltalán, és megkezdenénk a ma esti programot. Gömör Béla, ő, amellett, hogy a barátom, és remélem én is az vagyok neki, ő igazából a reumatológiából ismert főleg, de ha vannak még hát olyan emberek, akik az élet más területén is kiválót alkotnak, és erről fogunk beszélni, úgyhogy nem lövöm le a poén. Ezért gondoltuk, hogy nagyon érdekes lenne, hogy eljönne, és egyrészt megnéznénk, hogy vannak még ilyen emberek, másrészt pedig hát azok, akik foglalkoznak orvoslással, meg még sok minden mással, azok láthatják, hogy ezt azért ma is lehet. Nagyon szárazan elmondanék néhány adatot, de azokat nem mondom el, amiket majd ő fog elmondani, mert az lesz a mai program, hogy én röviden bemutatom, utána tart egy 4,5 órás előadást, és a 4,5 órás előadás után még 6 órát beszélgetünk, úgyhogy Zsuzsika a reggelit, vacsorát, holnap ebédet bekészített, és hát Gömör Béla az orvosi diplomáját 1962-ben született, amikor én még csak egy kósza hát remény voltam a szüleim fejében. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen végzett, reumatológus és belgyógyász szakvizsgával rendelkezik. 1962-től az Orfiban, majd pedig 2000-ben, amikor az Orfi szétvált Orfira és Budai Irgalmas Endi kórházra, akkor 2000-től az utóbbiban, tehát a Big-ben dolgozott. 1977-től 2002-ig volt osztályvezető, 1984-ben nevezték ki egyetemi tanárnak, tehát a professzori klubunknak is dicső tagja lehet, és 84-2002 között tanszékvezető volt, 19-bentől pedig emeritus professzor. A Magyar Reumatológusok Egyesületének az aranykorában volt az MRE-nek az elnöke 87-től 96-ig, és amiről egy rövid időt fogunk beszélni, az, hogy eddig hát Magyarországon egyszer volt az Európai Reuma Egyesületnek kongresszusa, és egyetlen egy magyar elnöke volt az EULAR-nak, tehát az Európai Reuma Egyesületnek, és ez pedig Gömör Béla volt. Az EULAR elnöke 91 és 93 között volt. És hát számos olyan folyóiratot indított el, amely összekapcsolja az orvoslást a művészettel, a kultúrával, egyebekkel, de hát erről lesz szó. 2012-ben aranydiplomát kapott a Szegedi Egyetemen, 2022-ben pedig gyémánt diplomát, tehát most töltötte be a 60. életévét. A önéletrajzának a másik része a művészeti rész, mert hogy Gömör Béla orvos, író, művészettörténész, műgyűjtő, sportoló és még sok minden más. Ezt a részét nem fogom most elmondani, mert az előadása azért döntően erről fog szólni, mert nyilván nagyon fontos az is, hogy Gömör Béla mennyi impactfaktort szerzett és milyen tudományos közleményeket szerzett a reumatológia területén, de azt hiszem, ami igazán érdekes, az, hogy ez a másik része az ő életének, ami pedig a művészet és a kultúra köré épül, és 13 díjat is kitüntetés kapott, amiről majd szintén fog beszélni. Úgyhogy kedves Béla, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Arról fogunk majd beszélgetni, hogy voltál már Debrecenben egy kiállítás kapcsán, meg egyébként is, és hogy légy szíves, tartsd meg az előadásodat, ami a önéletrajzodnak vagy életrajzodnak másik felét fogja hát kibontani, és utána egy kicsikét majd beszélgetünk. Parancsolj! Köszönöm szépen, és természetesen az első szó a köszöneté, hogy ebbe a exkluzív, és éppen tisztáztuk itt Jenei Zsuzsával, hogy az országban nem, hát nincs ilyen professzori klub, itt lehetek. Én is ezt mondtam volna először, vagy mondom, hogy Szekanet Zoltán nekem jó barátom, ugyan lévén, hogy 26 évvel idősebb vagyok, a fiam lehetne, de én még senkitől annyi felkérést és motivációt, mint tőle nem kaptam, amit ehhez is csak megköszönni tudok. Ez a prezentáció vagy beszélgetéssel kapcsolatban én csak kettőt kértem a Zolitól. Az egyik, hogy ne legyen már az, hogy ez egy nem tudom milyen nagy ember, meg mi, hát nem kell ilyesmiket kidomborítani, vagy egyéb. A másik pedig, ami legyen, hogy könnyű, humoros és kedves legyen a dolog. Na most ezeknek a jegyébe azzal kezdem el, mindig a kor az első, és ezzel dicsekszem, hogy ebben az évben én megnyertem a második helyet az orvos teniszezők bajnokságán 85 év feletti korcsoportban, gondolom a doajen vagyok itt a teremben. Az nagyon szép dolog ezüstérmet elérni, de az a helyzet, hogy ketten indultunk ebbe a csoportba. A másik vizie
akadémikus volt, aki viszont hetente háromszor játszik edzővel, úgyhogy úgy elpáholt, hogy csak na, de hát ugye mégiscsak az eredményhirdetésnél a dobogóra állhattam. A Zoli tulajdonképpen elmondta, én csak ezt a, ugye így mond, szilárd adatokat itt elmondom. Azért tettem oda az 56-hoz két felkiáltó jelet, mert aki ugye ebben részesült, hogy pont 56-ban érettségizett, és elkezdett egyetemre járni, majd az október 23-a, legalábbis Szegeden elkezdődött, sőt, ugye Hencegben mindig mondjuk, mint Szolcsányi János barátom hirdette, hogy Szegedről indult el, mert hiszen ott voltunk először együtt még október 18-án vagy hanyadikán a MEFESZ, stb. Hát ez ugye jóvá, vagy érdekessé teszi. Az, hogy az ember odaírja, hogy kitűnő és summa cum laude, ez rendben van, de én ezt a két fiam van, azoknak mindig mondom, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ti rosszabbak voltatok, mint én, mert emellett mi annyi borzalmat műveltünk, amennyit csak lehetett, de hát azért összejött az eredmény. És a dolgok itt vannak, hát ugye ez is azért, hogy 40 éve az ember tanszékvezető, vagy nevezték ki, az valamit jelent. Hát mit jelent ez az ábrait? Azért azt jelenti, hogy mégiscsak én elsősorban, amire felesküdtem, az a gyakorló orvosság. És ez a reumatológia, ami bármennyire Tóth Csaba professzor csodálkozni fog, manuális szakma. Ugyan nem operálunk, de mindent meg kell fogni, tapintani, mozgatni, egyebek, és ez az alapja az egésznek, de erről nem lehet számokat mondani. Amivel méregetni szoktuk magunkat, ugye azok a tudományos közlemények száma, ebben megint csak azért én mondom, ezt szeretném csak érdekességet, hogy talán soknak tűnik, hogy 378, nem? Vagy orvosi. Igen, nagyon sok. Soknak, de azt mindenki elfelejti, hogy ezek nem orvosi közlemények, hanem magyar tudományos művek tárgya. Tehát én, amit művészetből írtam, azt is nem én, hanem a megfelelőek ezt oda sorolták, és azok gazdagították. Hát az idézet az persze nem azokból van, hanem azok a régi, hiszen már régen lezárult, amit tudományos működést tehettem. Amit Zoli is említett, én csak annyit magamról ezáltal mondani, hogy egyszer volt egy körkérdés az egyik folyóiratban a reumatológiai vezetőség minden tagját, hogy mi a legnagyobb szórakozása? És akkor írták, hogy nem tudom én, Perzsiába menni az úton, én meg azt hittem az emere. Én nekem annyira, ugye ez a bőven a szocialista rendszerben volt, nem volt egyesületi törvény még, és annyira tetszett, hogy a állampárt idején egy még egyesületnek nevezték, a MOTESZ része volt, de nem volt még egyesületi törvény, tehát a jogi felruházása nem volt az, mint ma az egyesületnek, de azon belül lehet mozogni. Nem az igazgató mondja meg, hogy mit csináljunk, hanem a civil szervezet jellegű, és én ebbe tényleg beleöltem minden energiámat, és ennyi éven át. Azt megint azt mondom, hogy nem ennek az eredménye lett az, hogy én az EULÁR elnöke lehettem, ez a tipikusan az, hogy jókor kell jó helyen lenni. Amikor a 91 előtti fölpuhult rendszerbe megismertek ugye a nyugati reumatológusok, akkor az a rendszer volt, hogy segítsük ezeket a keletieket, majd úgy is jönnek hozzánk. Úgyhogy nekem a legnagyobb támogatóim az angol, a francia, meg a német elnökök voltak, mert ezek egy kicsit politikából támogattak. Tehát én szerintem a más lett volna ott azt is, bár lehet, hogy ez álszerénységgel mondom. És amit Zoli is kiemelt, hogy ez előtt már eldőlt, mert 87-ben megint csak a szocializmus ideje alatt Athénben, akkor még 4 évente volt ennek az EULÁR-nak kongresszusa, és ugyanúgy, mint az olimpiát, szavazással döntötték el, és hát ott tartottam egy olyan bemutató előadást, amiről minden protekció nélkül Budapestnek szavazták meg a 87-ben, akkor még nem tudtuk, hogy rendszerváltozás lesz. Úgyhogy 91-ben ez elég necces dolog volt. Például a szlovén résztvevő úgy jött ide, hogy át volt lukatva a kocsi a 10 golyónyomtól, mert akkor volt az a repülőtéren, az az affér ottan. Mindenesetre 4500 embert akkor idehozni, és itt hát mondjuk vendégül látni, és tudományosan mindenki utána évekkel át azt mondta, hogy azt nem felejti el, hogy Budapesten volt, és hát ez jó érzés volt. Hát talán ennek következménye az, hogy a tiszteleti tagsággal is megtiszteltek, amiben megint az a vicces, hogy ugye ezek már nem létező országok, hogy Csehszlovákia meg NDK, de hát akkor voltak, mi csináljunk. Horvátország meg akkor lett szabad, és én Fassbender professzorral együtt ketten voltunk első tiszteleti tagok Zágrábban. És emellett talán azt lehet mondani megint, hogy más vonalon,
hiszen a szakmai kollégium elnökség ebben az időben mást jelentett, nem akarok most rosszakat mondani, de most egy ilyen összevont valami, akkor tényleg ez egy szervezet volt, ami hangját mindenhol hallathatta egyebek. Hát megint csak azt akarom kiemelni, ugye ilyenkor szoktak ezzel hencegni, hogy én nem voltam pártag, de hát 87-ben még Csehák Judit volt a miniszter, és mégis kellőnek tartottak arra, hogy szakmai kollégium elnöke legyek, majd későbbi ciklusban Gógul Árpád avatott ezzé. Szerintem megint csak felsorolom a kitüntetéseket, amiből csak azt emelem ki, hogy ezeknek a utolsó kivételével mind szakmai kitüntetés, ugye csak az egy állami, de hát azt is eltűrtem, mert azért az embernek jól esik, ha elismerik. Az egy érdekes dolog, hogy kikadták ezeket át, akikkel az ember jattolhatott, ugye ilyen jelentős emberek, legalább egy pillanatig mindenkit másra késztet, hogy mire gondol. És aztán az nem érdem csak a kor, hogy az ember eléri az aranydiplomát, majd eléri a gyémántdiplomát. De hát azért nagyon jó, hogy azok között van az ember, akik ezt megérték, hiszen ez kb. 26%-a az évfolyamnak. És akkor itt térnék arra rá, hogy ez a fénykép, ami az összes művemet mutatja be. Mű alatt azt értem, hogy egy kiadvány, aminek ISBN száma van, tehát regisztrálva van a Széchenyi könyvtárba is bekerül, és az ember rajta van a borító, mint írója, társírója, vagy szerkesztője, vagy társszerkesztője. Tehát magyarán a könyvfejezet az nincs ebben, mert az egy óriási külön mennyiség. Most ebben ugye természetes, hogyha én sokáig egyedüli reumatológiai tanszékvezető voltam a centralista helyzetben Magyarországon, akkor a tankönyvek sorát ugye megírta az ember, majd ha beszélgetnénk, például azért az nagyon érdekes, mert megint csak az első, az még az Átkosban volt, amikor ugye egy tankönyv megírására folyamodni kellett, és az egészségügyi miniszter engedélyezte a végén, hogy tankönyvet adhasson ki az ember, vagy nem adhasson ki a medicinát, de írhasson, de hát ezeket mind túléltük azért. És itt a másik csoport, ami már egy ilyen áthangolódásomat jelzi, az orvostörténelem felé. Tehát mindannyian ott vagyunk, éljük a napjainkat, engem valahogy elkezdett már a régen foglalkoztatni, hogy azért azokat dokumentáljuk, amiket csináltunk, azokat gyűjtsük össze, és ha lehet, adjuk ki. Úgyhogy ez mind a négy, az egyik ugye a hazai egyesület, a másik az EULÁR elnököké, és a másik kettő a balneológia, amit sietek kijelenteni, én effektíve balneológiát soha nem műveltem, viszont nagyon szeretem, mert a kultúrtörténetileg egy óriási kincs, és ezért rengeteg érdekes dolgot lehet róla beszélni, elmondani, írni. És itt jön ez a rész, hogy hát mit csináljak, bocsánatot kérek, de mindezen működésem közben nem a nagyon értékes festmények és a tezaurálás, hanem ilyen elhanyagolt műfajok, mint a fotográfia, az emlékérem, a kisplasztikai körpék, ezeket nem csak hogy gyűjtögettem, hanem írtam, foglalkoztam velük, sőt mindegyikről önálló kötetet adtam ki, amelyik az adott szakmákba hát bevonultak a szakkönyvek közé. És most négy olyat fogok mutatni, amire mondjuk, ez, most azt mondom, büszke is lehetek, mert ezek ilyen innovatív marhaságok, tehát olyat, hogy ilyet senki még nem talált ki, és akkor egyszer az első könyvelőről fogunk beszélni, így is stop ti, majd meghalljuk, hogy miről van szó, vagy a másik, ők 22-en orvosok az élsportban. Tehát ugye mindenki tudja, hogy volt egy, nem tudom, Kamuti Jenő, vagy van is, mely él, vagy egyéb, de hogy ezzel az ember elmenjen, és mindegyikkel életinterjút készítsen, és Tamás fiam megcsinálja róluk a fotográfiát, mert mi mindig együtt dolgozunk, és ebbe a könyvbe megint csak egy teljesen egyedi dolog jöhetett ki, akkori TFM volt a megnyitója, Frankl Robert professzor vezetésével, de beszélünk róla. És másik két ilyen, ugye szokták mondani, hogy mi egy szóból megértjük egymást, mondta Rományi, vagy kicsoda, mert 29-ben születtünk, de hát mindenki született valamikor, de hát én megint csak a 38-ban születtünkről egy antológiát gyűjtöttem és írtam, ha beszélünk róla, ha nem, az más. A másik, amivel megrémisztettem a kedves barátaim, ismerőseimet, egy könyv, aminek a címlapján ordít, hogy 344, mindenki azt mondja, ő nem tudja, mi a 344, hát mondom, nem is tudhatod, ez azoknak a könyveknek a száma, amit nekem dedikáltak a szerzők. Persze ez akkor volt, mert most már 500 fölött van, de hát ez megint egy egyedi dolog, és egy kultúrtörténeti gyűjtemény, mert hiszen ott van benne Honti Hanna aláírása hozzám, vagy Örkény
István barátsággal, egyebek. Tehát ez ember ezeket nem csak maga szempontjában, hanem úgy érzi, hogy kultúra keretében is bírnak valamilyen jelentőséggel. És akkor itt van a teljes mértékben művészeti kvázi munkásság, monográfiák, az azt jelenti, hogy egy művészről minden, és ez mind a négy olyan, amiről senki nem írt még. Az egyik egy felfedezett fotográfus nő, a másikat itt ismerni kellene, mert Hajdúszoboszlón élt Rácz György, beteg ember volt, úgy ismertem meg, és támogattam sokat, és utána ugye a művészetével foglalkoztam. És most itt azért jön a következőbe ez a kép, mert erre különösen megint talán nem az a jó szó, hogy büszke vagyok, hanem nagyon elégedett vagyok, hogy amikor valaki gyűjtöget, például ezeket a Beckmanci fotókat, ami szerencsés körülmény következtében az egész hagyaték hozzám került, de abból soha egy darabot nem idegenítettem, viszont ebbe az évben megvolt a kiállítás Kecskeméten a Magyar Fotográfiai Múzeumban, mert az egész anyag oda került. Tehát ezzel a magyar kultúrába megint, vagy ezen a területen az ember úgy érzi, hogy valamit már letett, és az jó helyen van. És akkor még két ilyen monográfia, két olyan festőről, akiket hát senki nem ismert itthon, és mivel beléjük akadtam, utána ugye, ahogy az kell, a családfától a sírig, és a családtagok interjúvása lehetőség szerint mindent fölgondolni. Elhencegek azzal, hogy Buda Béla, akinek a nevét mindenki ismeri, ugye közeli kortársam és jó barátom volt, és ezt írta, majd így folytatta. Az egyetlen ember vagy, aki ismerői között a közügyek szolgálatába állítja erőforrásait. Hát ha ilyen jót mond egy ilyen ember, már az jól esik az embernek, és talán valami valóság is van benne. Ami most egy új jó hír lett, nem is olyan régen, pár éve, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárba bekerültek sorba a műveim, 14 mű, tehát mindenki olvashatja, és például ide írom a legutolsót, akkor egy ilyen linket, akárki amit kér, el tudnám küldeni, az megvan. És most ugye önök miatt október 1-én megnéztem, hogy hogy áll ennek a látogatási száma. Mint tudjuk, ilyennél ez nem jelenti azt, hogy ezt valaki elolvasta végig, de ezek de megnyitották. Most ez engem is rettenetesen meglepett, hogy ebbe ugye az érdeklődés nem a Tipari Dezső, vagy a Derű, vagy a Kisplasztika, hanem a 38-ban születtünk, úgy látszik mindenki foglalkozik azzal, hogy megszületett és mi történik. Annak ilyen... 3800 ez azért? Igen, jelent, hát 3880-an megnéznek egy könyvet, az már ugye valami, azt lehet mondani. És akkor utoljára meg könyvekkel nem kínzom önöket, már három ilyen, hát a legújabbak, a utóbbi 6 év alatt, amely mind teljesen más volt, mint az eddigiek, és hát itt többet nem nagyon mondhatok róla, az egyik ugye ott nagyon ravaszan a címlap tervező a memoár alatt oda van írva, hogy helyett, mert ezt helyett, mert nem egy igazi memoár, de azért mindent leírtam benne, de azért odaírtam, hogy nem mindent írtam le, szóval olyan, hogy azért sok minden van benne. A másik pedig a szumma, amiben hát sok minden gondolati dolog a frigid nőktől kezdve a műgyűjtésig benne van. Most valakinek elküldte, vagy valaki megszerezte a könyvet, és meg rákérdeztem, ez most történt tegnap, rákérdeztem, hogy és már olvastad azt, hogy ő még csak a frigid nőt olvasta el, és férfi. Hát ez érdekes arra. És a harmadik, ugye, az pedig, amire tényleg megint csak, tényleg nem tudok más mondani, hogy nagyon büszke vagyok, mert a magyar orvostudomány egy fantasztikus alakjáról mindenki rengeteget tudott, mesélt, előadott, de az, hogy a levéltárakba elment volna, és az egyetemi jegyzőkönyveket összegyűjtötte volna, és ez alapján teljes valósággal fölvázolja ennek a szenvedő embernek, meghurcoltnak a zseninek az életét, hát ez nagyon örülök, hogy ez meg tudott történni. És akkor itt vannak még a folyóiratok, aminek egyszerűen az a története, hogy amikor ilyen lelkesen emerésztem, akkor ugye az ember azért nyugatról azért pláne régen kellett menni, hogy az ember megnézze, hogy mit van ott jó, és az mit próbáljon abból megcsinálni. És láttam, hogy ott hát egy ilyen egyesületnek vannak, információt adnak a tagoknak. Tehát nálunk hiába voltak óriási egyéniségek az egyesületben addig, soha senki azt se tudta, hogy volt egy közgyűlés, vagy kit választottak meg. És akkor beindítottam Emere Info,
amiben információ, tehát az emberek megdöbbentek, hogy a pénzügyi elszámolás az év végén, meg ki kapott milyen díjat, meg egyebek. De aztán az Egyesült Elnökség való távozásom után ezt nem nagyon csinálták ott tovább, ezért privatizáltam az újságot, és Reuma Infóként én adtam már ki, folytatva ezt, hogy nem csak már egyesület, és nem is az egyesület, hanem szakmai és kulturális dolgok. És ide aztán tényleg a magyar orvostársadalom és egyebeknek, hogy Grécsi Lászlóról ne beszéljek meg egyebeket, mindenkit föl tudtam kérni, és az írt cikkeket szólt. Hát ez egy olyan lehetőség volt arra, hogy az ember az orvosoknak hozzon jó dolgokat, hogy csak na. És ez egész odáig fajult, hogy aztán 2008-ban az akadémiai kiadó megvette tőlem a lapot, és én így MediArt néven szerkesztettem ezt tovább. Én mindent leszoktam adni időbe, vagy igyekszem, amikor abba hagytam, utána másra ráhagytam, egy év múlva nem ment tovább a dolog, hát nem tehetünk róla. Ez is fönn van az egész az interneten, tehát név szerint meg lehet keresni, hogy Szekeled Zoltán hányszor írt benne. És hát kénytelen vagyok azt mondani, hogy mivel a újságíróskodás az a 20 év alatt ilyen kicsit fölpörgött bennem, ezért aztán abszolút nem szakmai lapokba is, hát amit lehetett, publikáltam, amiben nagyon sok szakmai is volt, mert például a Súlyfürdőben, mint Magyar Hungarikum javasoltam a Magyar Krónikába és egyebek. És az aktivitás a művészet életében, tehát nem a könyvkiadás, hát a 10 könyv az rendben van, 71 folyóirat cikket a művészeti folyóiratokba, kiállításkatalógusokat, 38 művészeti előadást különböző fórumokon, és 37 művésznek nyitottam meg kiállítást, tehát valami visszhang is volt, hogy akkor respektálják, hogy foglalkozok vele, ha megkérnek, hogy kiállítás megnyitó legyen. És itt van az, amit Zoli is célzott, hogy 12 önálló kiállítás, kétszer is voltam Debrecenben, nem egyszer, amiben megint csak az ő keze ugye többszörösen benne van, amivel megint csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ugye ne otthon az ágybetétbe dugdossa el az ember, amilyen van, hanem próbálja azzal másoknak megmutatni, elmagyarázni, akkor talán valami missziót teljesített. Például az egyik belőle, egy képről, villámgyorsan, hát azt mondta, 4,5. Rendben van. Elmentem egy Gyarmat utcai villába, mert valaki mondta, hogy menjek el egy öreg tanárúrhoz, akinek a festmények a alulról a tetejéig álltak, és mondta, az Rubens, ez nem tudom, ilyen, hát persze nem volt Rubens, de hát azért nagyon sok képe volt. Elvittem oda utána egy diplomatát, tehát ez is persze bőven az átkosban volt, aki miért diplomata, fontos a diplomata? Hát tudott vásárolni tőle, és ki tudta vinni a kocsijába a képet, ugye, hát azért Magyarországon ez így ment. És ez a diplomata erre a képre azt mondja nekem, hogy ez egy nagyon jó kép. Na hát gondoltam, ha ez mondja, mert az apósa meg Versailles-ban volt műkereskedő, akkor én visszamegyek. Summa-summarum ezt a jelzetlen képet, ami egy fatábla, egy tisztes összegér, én megvettem. Utána a restaurátorhoz elvittem, aki 3 évig ült rajta, de 3 év után jelentkezett, hogy a bal oldalon nem ez volt rajta, hanem le volt festve az egész, és azt ő mind leszette, és kijött, hogy Daniel de Blick, 1652-es képe, és utána meg tudtam találni, hogy a tanácsköztársaság idején elkobzott javakba, Bín János sajtgyárostól ezt elkobozták és kiállították a műcsarnokba. Tehát magyarán arról van szó, hogy a kép karrierje addig a tanácsköztársaságét tartott, de már Bín János visszakapta, de nyilván a zsidó üldözéseknél valaki kaparintotta meg, hogy jobbnak látta, ha lefesti a képet, hogy ne tudják, hogy micsoda, és sikerült visszaadni, és védett tárgy, és elkérik a múzeumok, és kiállítják. Hát ez is egy tett, és egy jó érzés. Még egyet mutatok. Jobb emberek eljönnek, akkor rögtön mondják, hogy Szabó Dezső, ugye? De valaki nem ismeri föl, nem kell ezt fölismerni. Én egyszer elmentem egy aukcióra, és ez az expresszív stílusba elég lenyűgöző kép ott volt, és hozzátartozik, mert ugye mondtam, hogy laza legyen, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik munkatársa elárulta nekem, mert meg kell mondani őszintén a dolgokat, hogy ő szólt a múzeum igazgatóságnak, hogy itt egy Szabó Dezső kép, hát ezt vegyék meg. De hát a bürokrácia valami nem volt, meg nem vették. Hát én megvettem. A kép szép, az ideig rendben van, ott van egy szignó rajta, fogalmam nem volt kicsoda az.
de utána ugye feloldottam, hogy Szegedi Szűcs István, és a imént mutattam a képet, utána az egész életét földolgoztam, tehát a londoni temető csőszer többször csevegtünk, és mondta, hogy elment Szűcs sírja felé, és üdvözletét átadja, szóval ilyen szintig. Tehát egy emberi és jó dolog volt a művészettel kapcsolatban. És akkor még egyre vagyok, megint azt mondom, büszke, Zoli persze nagyon jól tudja, hogy hát éppen ez az emerézés kapcsán, nem tehetek róla, hát azért jöttem, hogy azt mondjam én, 90-ben kitaláltam először, hogy hát te csak mindig ez a száraz ülésed, és hát mindannyian, mondjuk, hát este már legyen valami kis olyan, ne idegenek muzsikáljanak, hanem ilyen önképzőköri előadások. És 90-ben volt először, hogy ott a gatyába énekelt az egyik népdalokat, a Porgyula zongorázott, és egyebeket, és utána ez a üzletág beindult, és amit itt látják, egészen odáig, mint ebbe az évbe a 60. születésnapjára itt a rektori épületbe rendeztünk egy elég fergeteges darabot Zoli és Edith tiszteletére, ugyebár. Tehát ez egy nagyon egy örömteli funkció, és akkor azért hadd legyenek már képek ebből, például egyszer rábeszéltek, persze könnyű mással, hogy a Benderrel én ökölvívó meccset vívjunk, és közben kellett szöveget mondani, hogy jobb-e a reumatológia vagy a fizioterapia, és a Szekanec volt a bíró. Itt éppen ilyen intéseket osztott ki. Aztán ugye másik alkalommal a szerény személyen Bóni grófot, ő pedig Puzsér Róbertet alakította a zsűribe, de hát elég nagy sikerrel. És akkor befejezésképpen úgy illik a családom, 2 évvel ezelőtt feleségem, 2 fiam itt van az egyik, és a 3 unokám. Köszönöm szépen mindent mindenkinek. Ez legyen továbbra is a tiéd. Lesz majd lehetőség kérdezni is természetesen, de azért egy kicsit beszélgetünk, de vegyél magadhoz folyadékot. Felütöttem, ja. Most már az ember nem a magyar nyelv értelmező szótárát üti fel, hanem a Wikipédiát, ahol azt írják, hogy a polihisztor olyan tudós, aki többféle tudományágat kutat és önmaga is új felfedezésekkel gazdagítja az emberiség tudományos ismereteit. Az utolsó polihisztor Hermann Otto volt. És kész. Gömör Béla, te polihisztor vagy? Hát ezek olyan kellemetlen kérdések, mert az, hogy sokat tesz az ember, de erre tényleg csak azt lehet mondani, hogy, és ez biztos mindenki elhiszi, hát én nem tehetek róla, ez belülről jön. Tehát az ember nem elhatározza, hogy polihisztor lesz, és akkor most még azt is csinálom. Lehet, hogy valaki így csinálja, és ugye nem kedről szerdára, hanem folyamatosan. De grafomán vagy? Hát azt lehet mondani. Igen. Ez azt jelenti, hogy, mert ugye ezek, hát nem lehet másképp őszintén, hogy én egy nap legalább 5-ször oda szaladok a kompjúterhez, és valami más dologba valamit beírok. Vagy éjszaka hajnalban, amit megálmodok, azt már be. Tehát nem folyamat. Most olvastam, hogy Agatha Christie-nek is volt egy ilyen füzetje, és abban beírta a gondolatait, de néha odaért, hogy kozmetikushoz kell menni 3:30-ra, meg ilyen maraságokat, de ebből dolgozott. Hát nem lehet másképp, nem lehet úgy, hogy leül az ember, és elejétől elkezd egy ilyet. Ezeket össze kell gyűjtögetni, és mindig kis építő téglákat kell belerakni. Ha valaki ír egy e-mailt Gömör Bélának, egy órán belül biztos, hogy válaszol. 2 ehhez kapcsolódó rövid kérdés van, mielőtt belevágunk a témába. Hány órából áll neked egy nap? És hogy rendeződik? Tehát van egy napirend, és akkor egyiket előtte, utána a másikat, utána a harmadikat, vagy multitaskingba jó vagy, tehát lehet olyan, hogy megszakítod, írsz egy könyvet, közben elmész egy kiállításra, rendelsz reumatológiát, elmész a teniszmeccsre, visszamész, ott folytatod. Mennyire vagy ebben jó, vagy mennyire vagy abban jó, hogy egyszerre egy dologra koncentrálunk? Hát ez azért fantasztikus jó kérdés, mert most olvastam egy könyvet, ami erről szól, és sajnos nagyon későn olvastam, hogy az embernek hogy lehet még jobban beosztani az idejét, meg egyebeket. Elküldöm neked, neked még van időd. És ebben az ember csak vét egy csomó alkalommal, de ilyesmik vannak benne, hogy bizonyos dologra koncentrálva, akkor azzal foglalkozna, és nem mindig mást, mert akkor szétesik. Tehát én csak azt tudom válaszolni, hogy ezek így, ahogy mondtad, ezek
egyik nap vannak, másik nem, de a nap folyamatos. Tehát például ugye sajnos tudom, hogy most nem orvos kollégák, de somó ember időskorban nem tud mit csinálni. Meg ül otthon, meg a plafont nézi, hát én itt ezt senki nincs egyszer, ilyen, hát tehát. Senki nincs, de ezt nem tudom megérteni, mert én nekem minden percben az, hogy most mit szervezzek, hogy azt csináljam, vagy ezt, de ezekben vannak azért prózaibb dolgok, hogy az ember, amit otthon megcsinál, vagy egyebek. Az itteniek tudják, mert egyébként az 56-os forradalom Debrecenből indult, és nem Szegedről, de ezt most hagyjuk. Arról beszéltünk, hogy a nagy része azért mégiscsak a kedvenc témáidról, meg a hobbidról lesz, de azért a szakmáról néhány apróság. Tehát én 2000-ben jártam nálad 2 hónapig, mert akkor kötelező volt, vagy ajánlott, hogy az ember úgy szakvizsgázzon, mert később Gömör Bélánál fog szakvizsgázni, hogy akkor elmenjen az osztályára. És hétfő reggel 9-kor volt a vizit. Debrecenből elindult az ember 7:30-kor, vagy 7:30-kor, és akkor odaért a 9 órás vizitre, ami a 2 hónap alatt többször sikerült, kivéve egyszer, amikor akkora blokk volt a bevezető úton, hogy 1 órát késtem. És a 9-kor nem ért oda az ember, akkor olyan kapott a fejére, hogy arról kódolt. Tehát Gömör Béláról az terjedt el, hogy egy rendkívül precíz, de borzalmasan szigorú reumatológus, de ennek az lett a következménye, hogy úgy, mint MR elnök, mint tagozat, vagy szakmai kollégium elnök és osztályvezető, az ő osztályán mindig rend volt, minden a megfelelő mederben haradt. Tehát te ilyen, mi volt az arszpolitikád reumatológus professzorként és oktatóként a diákok fele, azáltal, hogy minél jobban elérd rajtuk keresztül azt, amit el akartál érni, és valóban ez a szigor, egy fegyvered volt-e arra, hogy a fiatalok, hát úgymond katonásan egy rendet tanuljanak? Mert ezt megtanultuk tőled. Hát annak nagyon örülök hallani, és ez abszolút így van, biztos az utolsó mondatod. Ugye mindenki ismeri itt a teremben, hogy van, aki azt mondta, hogy az egészségügy, már mint a gyakorló, az fél katonai szervezet, ugye? De ezekben van valami, hát szóval kórházat, meg osztályt legyen az manuális szakma, nem lehet úgy játszani, hogy mindenki azt csinál, amit akar, meg akkor jön kell. És én ezzel a memoár helyett beleírtam önpszichoanalízisbe, mert hát olyan is van, hogy én biztos azért lettem ebbe a tekintetbe ilyen, mert volt egy gimnáziumi osztályfőnököm, akinál hát olyan rend volt, és olyan fegyelem, amit a mai gyerekeket el nem tudják képzelni. Akkor na, de elküldjük őket hozzá. Akkor Farkas Károly olyan igazgató volt, hogy végigment a folyosón, és a orvostudomány doktorai főorvosok ijedve húzódtak félre, hogy ja Isten, nem fogja meglátni, hogy most egy 2 beteggel több van az ajtó előtt, vagy egyéb. És a harmadik, meg bocsánat, közte a Karádi professzor, akinál korélettanon dolgoztam, egy tanum van, ugye, aki hát a szigornak a csimboraszója volt, már tulajdonképpen a túlzásba vitte, de ezzel lehet eredményt elérni. Ez atyai szigor? Atyai szigor. Nem tudom, hogy hívjuk, de mondom, hogy ezt utólag jöttem rá, mikor ezt a memoárt írtam, hogy valószínűleg ez a 3 ember hathatott úgy rám, hogy ilyen szubkortikálisan bement, és ezáltal ének ezt tudtam közvetíteni, hogy ezt értem el. De tényleg, ahogy mondod, az egy olyan jó érzés, hogy rend van egy osztályon. Ezt egyre kevésbé lehet elérni sok minden dolog miatt, ugye tudjuk, de akkor el lehetett érni. Simán Tamás majd elmondja, hogy mennyire voltál szigorú apa, mert én azt tapasztaltam, hogy azt nem lehet megcsinálni, hogy belépsz otthonra, akkor mindent levetkezel, amit odabent az intézetben csináltál, és egy kapcsolóval átkapcsolsz. Hogyan tudtad, szigorú apa voltál-e a 2 fiúval, mennyire voltál szigorú, és meg tudtad-e azt tenni, hogy ezt a benti katonás rendet, amikor hazamentél, akkor valamilyen formába levesd, és átalakítsd? Ez mindent ki fog belőlem venni. Szóval nem, abszolút nem volt ilyen szigor, és most megint pszichoanalízis. Én egyke voltam, apukám nagyon szigorú volt, sokkal idősebb volt, mint én. Hát a nátpálcák mindig ott sorakoztak a különböző helyen, amivel a teljesítményemet jutalmazta, én meg igyekeztem azokat ellopni meg. Tehát én megfogadtam, hogy én a gyerekeimmel nem leszek ilyen. És nem is voltam.
És azért csak emlékezzünk már meg erről az EULA-ról, mert ugye tényleg a szocializmus közepén, vagy éppen már elmúltával, hiszen 91-ben volt, egy magyar professzor eléri azt, hogy az Európai Kongresszust azt ugye itt rendezzék Budapesten. Azért egy sztorit legalább arról, hogy végül is amellett, amit elmondtál, hogy a német, francia és a többiek segítettek rajtad, mégiscsak ott volt benne Gömör Béla, és még voltatok hárman. Tehát hogy lehetett ezt az egészet megcsinálni? Hát én éreztem, hogy ez nem jól mondom ezt, hogy segítettek. Jó mondtad, csak... Éreztették velem a personális kapcsolatnál, hogy támogatják azt, hogy addig szokatlan módon a vasfüggöny mögötti országból legyen. Igazság szerint volt egy szovjet elnök, te jól tudod, igen, korábban, mert ugye annyira a nyugat mindig volt olyan, hogy na hát megadjuk nekik, hogy hadd legyen, de több nem volt, ugye. Hát azért erre mi kitaláltunk módszereket, mert abban az időben például rendeztünk itt Budapesten NDK-NSK közös szimpóziumot, ami ugye hát tudják jól, az NDK-ban egy olyan bűn volt, hogy behívattak az NDK követségre, és tiltakoztak, hogy én hogy merek ilyet csinálni, és akkor azt a feltételt adták, hogy írjuk, hogy nemzetközi összejövés, és akkor lehet, de csak az NDK meg az NSK volt, akik ugye összejöttek, akik valószínűleg ismerték is egymást, vagy rokon, de mi ilyeneket tartottunk lengyelekkel, és egy ilyen úgynevezett bilaterális volt. Meg ugye hát ezek régi receptek, meghívtuk őket tiszteleti tagnak sorba, meg egyebek, és akkor kezdték megismerni Magyarországot, minket, és akkor hát óhatatlanul ez ide vezetett. De el kell mondanom, miért ne, hogy ez a Athénben volt ez a, hogy említettem, 87-es megítélés. Hát akkor még úgy vetítettünk diát, hogy ezt a kölött bedugni, ugye? És azért a többiek azok előtte is, én már láttam, azok olyan száraz előadásokat tartottak. Hány jelentkező volt? Azt hiszem 4, de 1, meg 5, meg 3 szavazatot kaptak, mi meg 29-et vagy mennyit. Én meg csináltam egy ilyen, hát látják akkor, de megint ő húzta ki belőle, mert eszembe nem jutna, egy ilyen művészeti előadást is, hogy hát ha Pestre jönnének, akkor láthatnának Bronzino festményt a Szép Művészeti Múzeumban, meg ilyeneket vetítettem le, de annyira, most nevetni fognak, hogy a Géher Pált, kedves barátomat, ugye ez a közgyűlés előtt megkértem, hogy ő vetítsen. Mondom, én nem fogok bízni egy marhába, hogy eltolja. Úgyhogy ezek csak néztek, a GR fölment az őrből, ő tette bele a diákat, és így aztán biztonságosan lement. Jöttem vissza, azt mondta, a német küldött gut gemacht. Minden esetre, hogy a Szántó Sanyi is itt van, tehát ketten voltunk nálad 2 hónapig, és ezt azért köszönjük, mert hát ember lett valamennyire belőlünk, de akkor áttérve egy picit, mikor volt először ez a beütés a művészetek iránt, honnan van a indítatás? Olyan családban nőttél fel, ahol ez természetes volt, később alakult ki, és úgy általában az, hogy te legalább három területen mozogsz, tehát műgyűjtő vagy, írsz, és egyébként hát művészeti dolgokat mondjuk véleményezel, ez ide tartoznak a kiállítások és a könyvek. Ez hogy épült fel az életed folyamán? Milyen pontok voltak, amit fontosnak tartasz? Hát persze, megint nagyon tökéletes professzionális kérdés, de nem kibújva megint azt tudom mondani, hogy azért nem építi az ember, mert nem is szándékosan teszi. Építődik. Talán igen. Azt meg kell mondani, hogy az édesanyám az olasz-német szakos nyelvtanár volt, és művészettörténetet is oktatott. De hát én 20 nem tudom hány éves koráig csak az ellenállással foglalkoztam, hogy nehogy majd valamit azt csinálják, amit a szüleim szeretnek, meg egyebek. De talán valamennyi mégiscsak bement, hogy az ember... Hány évesen volt először múzeumban? Hát az azért azt voltam előtte, igen. De hát Szegeden azért az nem volt egy probléma. Jelentős dolog abban az időben. De a fordulópont, így mond, akkor ért el, és ezt azért mondhatom, mert te talán tudod, hogy ez a reumatológiai irodalomban is le van írva, abszolút. Ő tudja már mire becs, hogy mikor én följöttem Pestre, már szigorú évet félig itt töltöttem, és itt kezdtem el működni, és a feleségem is jött nem sokára, ott hagyta Szegedet, és utána jött, bizony, és akkor megismerkedtem sorba olyan emberekkel, akik ebből a Pesten, ugye, a művészeti életben, az akkoriban érintettek voltak. És akkor 63-ban még a Zálogház udvarán volt a bizományi áruház
aukciója, és oda elmentem, és oda 1100 forintért, 1300 volt a havi fizetés, egy Abba Novák gouache képet megvettem. És azért van ez benne a reumatológiai irodalomban, mert mikor az MRE 70 éves születésnapomra rendezett egy showt, Por Gyula ezt valahonnan kitudta és elmondta, és utána még a labba is leírta, tehát már le se tagadhatom. És ez tényleg így volt, tehát ha az ember 25 évesen egy Abba Novákra már nem arra meg MRE, hanem erre spórolja a fillérjeit össze, akkor beindul egy spulniba. Mert éppen most voltunk valakinél itt helybegyűjtőnél, ez is egy betegség, mint a vadász, a horgász, meg a nem annál tudom. Jobb azért, annál mint a vadász, jobb, de hát szóval, ha egyszer az ember megérintette, hogy szeretne azt, meg azt, akkor az elkezd, és akkor utána ez szép lassan, és egyet még hozzá tudok tenni, mindig elmondom, hát a gyakorló orvosnak azért van lehetősége, hogy találkozom művész betegekkel. Most ezt jól tudom, a művész betegek olyanok, hát ugye Pesten megint csak sokkal több van, úgy megkémlelik az orvost, hogy ennek tetszik-e, amit én, hát ha látják a pofájáról, hogy nem ad, akkor nem fog. Ja, ennek tetszik, meg ez beszélget velem, hát akkor adok neki képet, meg mi. Úgyhogy az ember, hát elkezdett egy csomó barátom, lett idősebbek, fiatalabbak, akiktől kaptam, aztán később vásárol is az ember, tehát bekerül az élő művészek körébe is. Azért azt nem tagadhatod el, és innentől néhány olyan kérdést teszek fel, ami az én naivitásomat, és már mindent feltettem neked az évek folyamán. Neked van orrod ahhoz, hogy mit kell megvenni, és ilyenkor az a kérdés, hogy tetszik a kép, vagy látsz benne bizniszt, és ez nagyon durván hangzik, de te veszel olyan képeket, ami nagyon tetszik, és az úgy van, ahogy van, de ugye voltunk egyszer nálad, de végül is rengeteg olyan volt, hogy te előre láttad, hogy az a kép az majd egyszer sokat fog érni, vagy az a festő egyszer híres lesz. Honnan lehet ilyen orrot találni? Igen, ezt Zoli sokszor szokta kérdezni, de ez tényleg nem... Vannak de ez biztos, tehetség, van megérzése. Vannak, aki így működik, hogy ennyire ilyen merkantil vonalon. Akkor úgy kérdezem, próbálja, hogy milyen alapon veszel képet? Hogy de hozzáteszem képet? Ezt, hogy akik így működnek, azok legtöbbször csalódnak. Nem a merkantil. Nem. Tehát de hogy veszel képet? Hogy milyen alapon veszel, és ha van 100 kép egy aukción, miért pont azt az egyet? Jó, nem fogok kibújni, de elmondom röviden, hogy egy Martos Gábor nevű művészeti író, mert az se művészet történészvédén se, csak művészeti író, az nagyon sok adatból, nyugati egyébből állandóan dolgozik, és a múltkori könyvbemutatóján kijelentette, hát mondtam, hogy azért ez egy elég félelmetes, hogy ilyet mondani, hogy hát az úgy van, hogy ő a világ összes műtárgy vásárlásából tudja, hogy aki megvesz valamit, annak 5%-a fog többet érni utána. 5%-a az annyit fog érni, amennyi. A többi az veszít. És ez nem baj, mert a művészetet támogatjuk, szeretjük, jön a szereteti érték, meg egyéb. Tehát ez azért mondom, hogy ez egy kis csalódás, akik én ismerek ilyeneket, akik állandóan ilyen azért vettek, hogy ez majd többet ér, aztán rájöttek, hogy nem ér többet, sőt, el se tudja adni. Tehát ezért is kár ezzel így foglalkozni. Igen, de ha lehet ilyet mondani, te a 20. századi magyar festők mecénása vagy, hiszen olyan embereket fedeztél fel, ezt hallottuk, illetve mindenki arra vágyik, hogy Rembrandtja, vagy nem tudom milyen legyen, ez nem a te kategóriád, hanem nyilván van olyan milliárdos, akinek van és soha nem néz rá. Itt az a lényeg, hogy te olyan festőket veszel, olyan képeket, ami jó is persze, de mindegyikben van valami érdekesség, illetve főleg magyarokat. Tehát nem tudom, vannak-e ettől eltekintve a fametszettől, eltekintve rengeteg idegen külföldi festőképei, de én úgy tudom, hogy döntően magyar festőképeit veszel, és köztük olyanokat, ami mikor az elején még nem voltak annyira ismertek, és később azok lettek. Hát ez a kulcs benne. Tehát én nem is tehettem meg anyagilag azt, hogy azok közé tartozok, akik elmennek mondjuk most mindegy 20 évvel ezelőtt, és egy Vasari képre licitáljanak aukción. Hát azok túl gazdag emberek. Én ebben nem tartozom, és épp ezért talán arszpoétikáilag az jön ki, hogy az a jó, ha az ember megtetszik valami, észreveszi, és akkor pláne, ha még foglalkozik is vele, akkor az egy kicsit, de ez nem azt jelenti ám, hogy ezek az, így mond, én festőim most valami rohadt sokat érnek. Nem úgy értek, hogy forintra, de például, nem úgy értettem. Igen.
De például azt elmondom, most miért ne, bocsánat, nem kitérés, hogy ez a Tipari Dezső nevű, azért gondolják el, hogy én csak egy ilyen egyszerű mezei orvos, meg mi vagyok, és az van, hogy két aukciós házba is Pesten, ha bevisznek egy tipari képet, akkor fölhívnak engem, hogy nézzem már meg, hogy valódi-e, meg mi a véleményem róla. Mert tudják, hogy én jobban értek hozzá, mint ők. Hát azért érted, tehát ez nem értékkérdés azért. Értékkérdést az egy nagyon nehéz dolog. Most ezen a ponton úgy tudom, hogy te készültél valamivel a saját képeid kapcsán, és nem tudom, hogy hát, akarsz-e valamit. Mondtam ezen a Zolinak, hogy ezt bizonyítandó, hogy ilyen vicces játékként én ide fölírtam 10 képet, ami a én ágyam között körül van, mert ezekhez kötődő mindenféle érték nélkül a leginkább. Ennek mindegy személyes sztoria van. Itt van egy száma, és ő mond egy számot belőle, akkor azt mondom. Szerintem csináljuk azt, hogy egyet én mondok, kettőt meg majd a közönség, és akkor, ha van időnk, akkor háromról beszéljünk. Nekem a kedvenc számom, a szerencse számom a 9. 9. Azt kérlek szépen Bőtin és Steiner Alice. 1972-ben elmentem, eljutottam először Bázelba László Károlyhoz, akiről írtam egy könyvet is egyébként, aki egy magyar, ugye, emigráns volt már 46-ban, Bázelba élt, pszichoanalitikus, szondinál tanult, és műgyűjtő, műkereskedő sose volt, de óriási üzleteket kötött, de műkereskedő nem volt. Egy házba élt, és fantasztikus gyűjtemény. Én kommentálás alapján valahogy elmentem oda, hát ugye az állam leesett megint tetőtől talpig, és megállok egy ilyen kis grafika mellett, ami ott lóg a fejemnél, mint mondom, és nézem. Azt mondja, tetszik magának? Mondom, igen, akkor vigyel. És így kezdődött a barátságunk, hogy ezt nekem adta, mert ugye egy ilyen nagy ember az tud lenni olyan is, hogy valami azt gondolta, hogy ez jó, és aztán tényleg, és ez egyébként Bőti István Párizsba került, tényleg híres szobrászművészünk, itthon nem olyan nagyon jó ismeri, annak a felesége, akinél, hát én azért tényleg tudok reggelig mesélni, akinél László Károly egyszer elment az özvegyhez, ez a Steiner Alicehez, született Nagyváradon 1902-ben, és a ágynemű tartót kihúzták, és az tele volt grafikai lapokkal. És a László Károly kérdezte, mi ez? Hát azt mondja, én is festettem, 32-től, nem tudom, 35-ig, de aztán inkább a gyerekeket neveltem, és az Istvánt segítettem. És erre László Károly, aki ugye Wieder and Deckung könyvet is kiadott, tehát újra felfedezések, egy kicsit persze ezt mismásoltam én is, tehát ilyen festőt ezután csinált neki kiállítást, és beírta megint a művészet könyvébe egy ágynemű tartókba tartott festőműveit. Jó történet, nem? Szuper. Csaba, mondjál egy számot 1-től 10-ig, Tóth professzor. 10. 10. 10. Azt mondja, hogy Orvos András. Van, aki ismeri a Orvos András? Vácot él egy évvel fiatalabb, mint én. Szegény, nem ismerik a festőket. Szeged. Instruktori látogatásban az Orfi az eljátszotta korábban az országos szerepét, és minden orvosnak különböző megyékbe el kellett menni, és ott ellenőrizni, hogy hogy dolgoznak, mind dolgoznak. Én egy Kovács László nevű idős főorvossal jártam, de már tudta, hogy mentünk az autóval, azt mondja, megyünk a bizományiba megint, mert hát akkor oda is bementünk. Bemegyünk Szegeden, most ez független attól, hogy az én szülővárosom és almamáterem, bemegyünk a bizományiba, ott van egy kép a falhoz támasztva. Ilyen 60-90-es nagyságú. Hát én Pesten megszoktam, hogy ilyeneket meg szabad néznem a idejében. Én is oda mentem, megnéztem, rögtön rohant egy nő, de ez is a szocializmusban volt persze, hogy mit csinál ide? Hát mondom, megnézem azt a képet. Azt mondja, ez nem eladó, mert leárazás alatt van. Megnézem megint, egy hiperrealista világkép volt. Én még ilyet nem láttam Magyarországon. Hiperrealista, tehát ilyen kibontott, ez a Tamara Lempicska, meg ilyen, meg O'Keefe. De mondom, én akkor is megvenném, ha nincs leáradó, azt nem lehet. Azt nem lehet. Előbb meg kell várni a leáradást. Az anyátok úristen. Jó, kimentem véletlenség folytán a feleségem nagynény, azok Szegeden laktak, és szóltam nekik, hogy menjenek már be, ezt intézéges, vegyék meg a képet, és akkor megvették,
hát akkor már ugye ez 2000 forintért. És akkor én Orvos András megint csak kezdődik ez, hogy ez egy élő ember. Vácot él. Akkor valakit szereztem, aki ismer, és elvitt hozzá, és hát mondjuk a legjelentősebb képei nálam vannak, tehát Orvos Andrásnak van életmű kiállítása, Békés Csabán vagy egyéb, akkor egy sor ezekből van, amike, hát ez szóban nem jelent semmit persze, úgy festi a virágokat, a virágok belső bibés részét, hogy sokan nemi szervekre gondolnak abból. Tehát egy ilyen, a hiperrealizmus ilyen kettős játék a gyönyörű színekkel. És hát én ebben megint nagyon örülök, hogy Orvos Andrással körül vagyok ott véve. Látják, nem is híres festő, nem is ér sokat, de egy nagy élmény. Neked nagy élmény. És van itt egy vendég, Szőr Árpi, akit direkt te hívtál meg, hogy jöjjön el. Árpi, mondj egy számot. Hatos. Igen is. Jaj, hát a Schwabi Lajos lenne. Schwabi Lajos is. Hát őt igen. Kossuth Díjas festőművész pár éve halt meg. Milyen jó, hogy meghívta ilyen jó dumákat elmondhatok itt, igen. Szóval Schwabi Lajost is talán betegként ismertem meg, de ez most már lényegtelen, de utána aztán nem. Pesten vagyok. Ez a jó, hogy a reumatológus az összes hát nagy festő hozzámegy, ha fáj valamilyen. De nem is meg tudom, a rockzenészek is, meg mindenki. Nem is nagyon szorosan, de azért ilyen kapcsolatban voltunk. És most egy olyan, talán 6 évvel ezelőtt, de már régen nem is beszéltünk. Nagyon beteg volt, COPD-s. Azt mondja, hogy jöjjek el hozzá, szeretne lefesteni. Megőrült ez mi? Jó, hát mondom, Lajos, hát ha gondolod, elmentem. Ilyen, ő meg ez a bacon stílusában, ez a ilyen össze-vissza, ilyen hústafatosan fest, ugye? És két ülésbe lefestett. Én nem tudtam mire vélni, beszélgettünk, de most mondom, ez mit akar ez? Azt akarja, hogy megvegyem ezt, vagy nekem akarja adni, vagy miért? Nem tudom. Nem. Pár hónap múlva olvasom, hogy kapok meghívót, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban írók arcképeiből lesz egy festménykiállítás Schwabi Lajostól. Hát mondom, el kellene menni, de aztán írtam neki talán akkor már e-mail, hogy nem tudunk, mert külföldre éppen mentem a feleséggel, nem tudunk elmenni. De hát ha visszajöttünk, akkor elmentünk megnézni. Megyek a terembe, Örkény István, Mándízé, Gömör Béla. Ott van kiállítva a képem. Hát mondom, hát ez valami hihetetlen. Akkor szóltam neki, hát ez csak somolygott, mert hogy ilyen emberek is vannak. Tehát azért festett le, hogy az írók között engem kiállítsa. De a történet itt még nem fejeződik be. Hát mondom, akkor így van. Elmúlik valami 3-4 hét, egyszer csak telefonálnak a Petőfi Irodalmi Múzeumban, hogy vigyem el a képemet. Hát mondom, milyen képemet? Hát én nekem semmi képem nincs. De hát a Schwabi itt hagyta, hogy ez a magáé. Tehát így adta ide, szemérmesen, hogy azt sem mondta, hogy muk, hanem hogy én vigyem el a kiállítás után, mert ő tudta, hogy azért fest meg, hogy kiállítson és odaadja. Hát akkor ez nem kedvenc képe az ember? Abszolút, teljes mértékben. A képekről az utolsó kérdésem, aztán áttérünk egy picit az irodalomra is, hogy ugye én mindig ilyen nagyon naívan kérdezem tőled, hogy egy kép mér annyi, amennyi, és hát beszélgettünk Kádár Béláról, egyebekről, és ugye megjelent Barabási Albertnek a Képlet című könyve, aki ugye hálózatkutató, és annak van egy fejezete, hogy egy képnek az ára és értéke az úgy is változhat, hogy ilyen szájról szájra haladó hálózat történik. Tehát most Gömör Béla itt rajzolna valamit, és itt lenne a teremben olyan, akinek a nevére nagyon adnak a művészet értők, és azt mondanák, hogy ez 1 millió forint ez a kép, az illető elmondja még 5 embernek, ugye, az még elmondja további 5 embernek, és mostantól 10 évre az lesz, hogy az a kép az mondjuk 100 milliót ér. Hát az a kérdésem, hogy ez a szájról szájra te, hogyan képződik egy képnek az értéke? Hát abban teljesen igazad van, hogy így képződik, de ez nem, hogy mondjam, ilyen amatőr szájról szájra terjedés, hanem a galéristák csinálják így, ugye? Meg kiállítanak, és utána elkezdik, megvan annak a módszere, hogy hogy kell valakiből festőt csinálni. Hogy kell bedumálni azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank valakitől megvegyen csillagászati összegekért mai festőtő képet.
Ezek már ugye ezek nem ilyen privát és amatőr ügyek, hanem ezek ilyen nagy. És a világ nagy, hát talán az előadásomra is igen, célzol a tavalyira, hát a világ legnagyobb képei azok mind csinált árak. Mert az a japán autógyáros az beveszi azt, amit neki csináltak három vonalról, hogy az milyen árukép. Ez így működik. A irodalom kapcsán az a kérdésem, hogy neked vannak szakmai műveid, könyvek is, és cikkek és művészeti. Mi a különbség? Tehát, hogy ír az ember művészeti cikket, tudományos cikket, és hogy ír orvosi tudományos cikket? Tehát Gömör Béla egy van, és ugyanúgy ír, vagy teljesen más gondolkodást követel meg egy művészeti cikk megírása, mint egy orvosi szakcikk megírása? Hát teljesen mást követel meg, mert az ízületi nedv LDH tartalmáról, ugye akkor annak az eredményeiről, meg annak a kémiájáról, meg egyébről jelentőségéről, ha pedig mondjuk a, nem tudom én, a, mert cikket is írtam a Szegedi Szűcsről, hogy Angliába szakadt festőművész, hát akkor ugye azokat a dolgokat, ami, mert mindig az a lényeg, hogy érdekes legyen annak az adott olvasóközönségnek, hogy volt egy ilyen festő, aki Csongrádról egyszer csak Angliába kiment, meg vagyok győződve, hogy kém volt, valószínűleg a Philby-vel volt kapcsolatban, és egyszer csak kim volt Angliába, és ott kezdett élni, és ott lett festőművész, és a hazai anyagát senki nem ismerte. Csongrádon a újságban feladtam egy hirdetést, ahol 12 évig élt, hogy Szegedi Szűcs István képet, akinél lenne. Egy ember nem jelentkezett, pedig a lakásokban biztos volt. Tehát azt meg ilyen kutat, tehát az is kutatás, csak igen, az bölcsész kutatás. Igen. Ugye az levéltár, meg képanalógiák, hogy milyen, hogy a stimmele, egyebek. Erről a két könyvről akkor beszéltél, hogy erről fogunk egy kicsit bővebben beszélni. Az Így hisztok ti, ami nyilván az áthallás egyértelmű, és itt Tamásnak is komoly szerepe van. Ugye a könyv úgy néz ki, hogy mindenkiről van egy kép, amit Tamás készített, híres emberek, és mellé Béla írt szöveget. Dehogy nem én. Nem te írtál, hanem az illető. És azt beszéltük a beszélgetés előtt, hiszen itt van vagy 30 név, hogy én 60 név, igen, hogy én hármat kiválasztanék, és megkérdezem tőled, hogy ő miért pont, és az egyik nekem az Aigner Szilárd. Tehát hogy kerül egy Aigner Szilárd együtt egy képre, mondjuk 14 darab nagyon híres emberrel, és nem megbántva a Szilárdot, hogy ő nem lenne az. Jó, de ezt tényleg engedelmeddel, picivel előbb kell kezdeni. Tehát ezt én... Azt mondom, hogy az én könyvem, tényleg én adtam ki az ötlet tőlem, az előszót én írtam, 98. november, de a könyv a könyvészetileg úgy van írva, hogy Gömör Tamás és Hernádi Gyula. Hernádi Gyula írónkat, azt már nem kérdezem meg, mert úgyis mindenki ismeri, szintén betegként ismertem meg, de nagyon jó barátságba kerültünk, és egy remek ember volt, és éppen benn feküdt a kórházba, amikor... Hát nekem jött ez a hibbant ötletem, hogy mert ugye ezt nyilván csak Magyarországon lehet megcsinálni, az Így írtok ti után, mert Izlandon ilyen nem volt, tehát ott nem lehet, hogy az írtok helyett isztok, és akkor azt gondoltam, hogy bevadászunk, és sikerült 60 embert, hát nem fogom mind felolvasni, de tényleg a híres emberek zöme, és ez az érdekes, hogy hogy meg miért valaki, aki közben iszik. Na most... Én elfelejtettem, hogy ezt valami alkoholcéggel lehetett volna szponzoráltatni, mert nem alkoholt ittak, hanem akármit, csak igyanak. És akkor ezek kerültek be, és a Tamás elmentünk mondjuk a Fradi meccsre, amikor Nyilasi volt az edző, és valaki elintézte, hogy a szünetbe azt mondta Nyilasi, egy percetek van, és akkor bementünk, és ő levette. Most ezért Tamás... Ha nem lennél itt, akkor is mondanám, nagyon nem szereti ezeket a képeket, mert ezek ugye nem művészi képek, de hát ezeknek nem ez a lényege, el van kapva a pillanat, hogy Nyilasi Tibor egy papírpohárból iszik vizet. De van, aki másból ivott, van, aki lopótökből, lényeg az, hogy igyon. Aigner Szilárdot is, ezt komolyan mondom, már nem tudom, hogy valahogy ismertem, és akkor
akkor őt is meg... Hát az ember ugye megkért embereket, én nem emlékszem már, de biztos van, aki nem állt kötélnek, de a, mit tudom, a Sárközi Tamás, meg a Matejka Zsuzsa, meg a Makó Ecimire, az egy kis bádog edénykéből ivott, ezek kötélnek álltak. És az Aigner Szilárd is, most ezt viszont, az, hát most ne beszéljétek, csak helyetted mondom, az viszont ugye egy remek ötlet volt, én nem voltam ott, hogy Aigner Szilárd úgy ivott, hogy valami kútból a víz így jött föl, és azt itta így, és így van benne a kép. Tehát, hogy a képek nem egyformák, ilyen vasúti igazolványszerűek, hanem mindenki más kép iszik, és Aigner Szilárd, ezt ők hozták össze ketten, mikor ott voltak. Ugye nyilván az Irgalmasrendi Kórház kapcsán úgymond főnököd volt Kozma Imre atya. Ő miért került bele a könyvbe? Azért, mert úgy gondoltad, hogy legyen benne, mert tartozol neki ennyivel, vagy van benne olyan érdekesség, ami miatt benne belekerült? Na de Zoli, 98-ban még nem volt Irgalmas Kórház, az igaz. Elég vágyfülűek gondolták, hogy lesz egyáltalán. Te már akkor tudtad. Nem, a helyzet a következő, hogy az a Frankelleo 54-be, te már, amikor visszaköltöztünk, igen, ott voltál, de 10 évig a tanszék a Frankelleo 54-ben volt, amit szintén Hildi József épített, mint az egész császárfürdőt, és azt úgy építette 1848-ban, gyönyörű oszlopokos lépcsőházba, hogy mellette van egy kápolna, összeépítve vele. Hát persze, mikor jött az államosítás, és elvették az Irgalmas Rendtől 49-ben az egészet, akkor a kápolnánál lefalaszták a két folyosón, meg az alsón az ajtókat, lefalaszták, és a kápolna az maradt az újlaki plébánia gondozásába. De ki misézett ott minden nap? Kozma Imre. Tehát ugye Kozma Imrét én különben is ismertem már, és egy olyan kedves valaki volt, és akkor megkértem erről, meg aztán minden ilyenben benne van, és benne is volt. De ezt viszont én tényleg elhoztam, hogy milyen jó, hogy te mondtad, mert azért mégiscsak hadd mondjam, tehát Hernádi Gyula írt hozzá bökverseket. És ez a szenzációs dolog, az ember ugye, pláne aki a mennyekben van, arról még több jót mondjon, hogy az író, ugye mondják a lélekmérnök, hát én ilyen nem láttam, hogy Hernádi Gyula a emberek többségét nem is ismerte. És abban a négy sor vagy két sorban úgy eltalálta őket, hogy olyan még nincs. Hát Kozma Imréről azt írta, ezt féltem, hogy ebben nagy baj lesz azért, de azért kiadtuk. Máltai szeretetszolgálat Budapest, Kozma Imre. Isten önmagát küldi el minden nap erre a címre. Hát azért mondjuk ez egy kicsit erős a Imre atyá felé. De akkor folytatom. Ha szabad. Hogy például Schmidt Pál, akit ugye régről ismertem, de csak felületesen, és akkor madridi nagykövet volt. Tehát ez köztársasági elnök még messze. És egy spanyol fiatal festőnek a Vazarelli Múzeumban volt a kiállítása, amit hát nyilván úgy szerveztek, hogy azért, és ő volt ott, és talán vagy meg is nyitotta, vagy nem tudom micsoda. Most ez az az eset volt, nem sok volt ilyen köztük, hogy én nem szóltam neki. Hanem elmentünk, és mondtam a Tamásnak, hogy a Schmidt Palit, mikor iszik, akkor fényképezd le. Hát ugye ott isznak az emberek. Le is fényképezte, bele is került a könyvbe. Aztán utána egyszer találkoztam vele, azt mondja, most már tudom, hogy miért fényképeztetek akkor engem le. Na és Schmidt Máról azt írja Hernádi, hogy Schmidt Pali a szerencse fia. Poharában ott lobog az olimpia. És akkor egy harmadikot, hogy Hernádi önmagáról, mert ugye az író öngúnya is megvan, úgy hívják, hogy Hernádi, felesége Fraunádi. Nagy a füle, nagy az orra, verseket ír fűrészporba. És ez 60 emberről ilyen versikék és találó dolgok, tehát ezt a könyvet azért nagyon, mondjuk a szabad így nagyon szeretem, mert ez tényleg egy nagy kitaláció, és hát mondjuk tényleg nagyon sok. Hát ugye egy sajnos dolog van, hogy ez 98-ban született, 60 emberből 26 már nem él, mert ez a világ sora. A másik könyv, a Ők 22-en, az három dolgot kapcsol össze, a orvosokat, a sportot, amiben te ott vagy, hiszen szurkolsz, talán a Fradinak, ami itt ebben a városban elég durva, de a magyar válogatottnak, teniszezel, meg minden, ugye 85 plusz, és a harmadik az írás. Na most, amikor az ember azt keresi, tehát ez ugye a matematikusok két halmaz, vannak az orvosok, meg az élsportolók, és erről írunk egy könyvet. Ez teljességre törekvő könyv,
Tehát megpróbáltad megtalálni az összes olyan orvost, aki élsportoló, és lett belőle 22, vagy más szelekciós elv szerint van 22, de lehet, hogy van még másik 22. És ki a három kedvenced? Ez így egy kérdés. Igen. Hát ez teljességgel semmiben nem lehet törekedni, ugye, a legtöbb dologba. Tehát ebbe is, amikor ez az ötlet elkezdett vezérelni, és sorba, az már nem tudom milyen sorba, ugye, megkerestem. Én ezekből nem is mindenkit ismertem. Novák Évát, tudják, 52-es olimpikon, de személyszorvos volt. Valakivel elintéztettem, hogy a lakásán fogadott. Vagy Temes Judit, aki korboncnak volt szintén, ugye 52-es úszó, az nagyon kellemetlen volt, mert az a körúton egy presszóba csináltam vele a riportot, és közben a villamosok elmentek, akkor sosem hallottam semmit, de azért elment. Tehát akiket tudtam, bevadáztam. A Frankl Robert, hogy említettem a könyvbemutatón, teljesen logikusan szintén kérdezte, hogy miért nincs benne egy Armati Andrea, ugye, aki gyerekorvos és a többi. Hát kérem szépen azért, mert akkor ő éppen egy kicsit depressziós volt, és akárhogy próbáltam indirekt, direkt módon, nem állt kötélnek. Hát ez privát joga van valakinek, nem? Valamint Bodnár András, aki egy sebészfőorvos volt a Bajcsi Zsilinszkiben, és vízilabda, ugye, aranyérmes, ő is hát nem akar. Tehát aki nem akar, azzal nem tudsz mit csinálni. Ugye, de van debreceni vonatkozása is. Süvöltős. Mert Süvöltős, akit én azt sem tudtam, hogy létezett addig, és nem is tudom már, hogy azért, hogy legyen debreceni vagy nem, de valahogy, és akkor most nem akarok nagy szavakat mondani, de megint egy ilyennek a, nem csak a megírása, hanem az alkotása. Akkor képzeljék el, akkor még nem volt e-mail, hogy akkor Süvöltőst valahogy fölkerestem, akkor levél, akkor ő jön Pestre, akkor bejött a kórházba, akkor megismertem, ugye debreceni egy csoda ember volt, 136 szó volt, kézilabda válogatott, ugye olimpikon, igazságügyi szakorvos volt, ugye, és akkor beszélgettem vele, és akkor belekerült. Tehát hozzáteszem természetesen, hogy minden interjút a interjú alanyok megnéztek, és az utolsó szóig beleegyeztek, tehát olyan nem volt, hogy valaki ne egyezett volna bele. Hát ebbe is az a baj, hogy ezzel 22-en voltak, és ugye mára megszámoltam, hogy 10 már nem élnek. Kovácsi Aladár, Kausz István, Cinkán Tibor, Szívós István és egyebek. Hogy mi tetszett, vagy ugye, mert ez volt a kérdés, és nem akarom elmismásolni, például Fenyvesi Csaba, ugye szintén sebészorvos, MÁV kórházba és többszörös olimpiai és világbajnok. Na most mindenki tudta róla, hogy egy nagy ilyen üzletember is, hogy finoman fejezem ki magamat, és akkor elmentünk együtt, mert a legtöbbször együtt mentünk a Tamással, és akkor ő levette, vagy lebolt egy perc rá, vagy itt több eset. Hát a Fenyvesiről való kép ebbe a, mert ugye ez nem ilyen elkapott képek voltak, mint az így isztok ti, hanem ez egy szépen beállított. Hát olyan lélekelemző képet, mint a Tamás akkor csinált a Fenyvesiről, hogy látszik, hát ugye rögtön leolvasnám mindenkiről, hogy hűha, ez azért valami dolgokat. Aranyos ember volt, szegény ő is meghalt, de hát oda. És akkor ugye van egy Sós Csaba, mostani úszószövetségi kapitány is benne van, aki egy napig nem volt orvos, de elvégezte is, orvos lett. Hammer László is, ha nem tudnák, aki ugye céllövő olimpiai bajnok volt, és fülorgégész orvos. És egyet, ugye a szíve az embernek mégis maga felé hajlik, mert azért ekkor, mert ugye a másik az, hogy ugye azt hittem, hogy élsportolók, tehát nem mindenki olimpiai bajnok, meg világbajnok, tehát azért de legyen... akkor magadat is beleírhattad volna végül is. Legyen neve, a kedves közönségnek mondom viccből, sakkozó is van benne, hát az is sport, nem? Liptai László, aki ugye egy éve fölöttem járt Szegeden, a honvédség főbelgyógyásza volt, és többszörös sakkválogatott, és akkor beletettem egy reumatológust is, hát már nem maradjon ki, és Baranyai Ildikó, aki ma is aktív osztályvezető főorvos, hát ugyan szegény a 110 gáton háromszor érte ezüstérmet, mert Siska Xenia, vagy hogy hívták, mindig megverte egy fél másodpercet, ez mégis élsportoló volt, és ugye 15-20 évet lefúzott, nemzetközi versenyeken is indult, és így reumatológus is van benne. Ugye azt ígértem, hogy 4,5 óra is, hogy reggelig meg minden,
Tehát általában azt szoktuk a professzori klubba, hogy azért a közönség is kérdez, utána még lehet kint folytatni a következő 3,5 óráig, úgyhogy két ilyen, hát kicsit lezáró kérdésem lenne, mert nagyon sokat hallottunk, és még tudnánk órákig mesélni, hogy tényleg akkor Debrecenhez, Hajdú-Bihar megyéhez milyen kötődésed van bármilyen formában, amire jól emlékszel, ami úgy megmarad, mondjuk megint legyünk nagyon didaktikusak. Melyik az a 3 élményed, akár a szakmából, akár a művészeti életedből, ami mondjuk ehhez a városhoz köt, vagy jó emlék? Hát az első a Szekanac. Nem, most nem ezért mondtam. Nem, de hát ez így van. Ez így van. Tegyük félre. Akkor ezen ha elmondanám, hogy hány dolgot csináltuk, főleg jó, az de ez maradjon a mi titkunk, tehát jó. Most azt adjuk. Jó. Hát tulajdonképpen így nem nagyon tudok megmondani. Mondjuk ha azt mondom, hogy tegnap online aukción majdnem megvettem kettesi aladár érmét, 4000, vagy nem tegnap, hanem 5 nappal ezelőtt, 4000 forintért, és az ember még mindig nem bírja ki, hogy nem ilyen nagy mert éremről is szó van, hanem egy kettesi aladár, ugye szemész Debrecen, de megint hogy azért, hogy a szórakoztatás legyen, ez egy adott aukciós online ház, könyvek, minden, ilyen kisebb. Azt mondják, hogy 6-kor fejeződik be az adott napon online, de ha licitálnak, akkor még meghosszabbodik, nem tudom, 5 perccel. Hát én vagy rosszul értettem, már le is szúrtam őket, vagy nem, mert 6-tól fél 7 ott van, kinyitom az én fiókomat, hogy ezt én már megnyertem. 9:30-kor jön egy e-mail, hogy valaki 4200-ért megvette, de ezt másnap láttam meg. Hát hogy a rosszabbet csinálták, hogy 9:30-kor lehet licitálni, így nem jutottam kettesi aladárhoz, örömmel tettem volna az orvosi érmek közé. Egyébként az itt lévő érmek közül is láttam 2, ami nekem is megvan. Szóval Debrecenhez azért... De akkor idézd fel azt a DAB kiállítást, ahol Tamással igen. Együtt valamit alkottatok. Hát ugye ez a 2 azért jelentős, hogy... És most folytatása is lesz, ezt te még nem tudod, de majd rájössz, hogy mikor. Hogy megint csak a Zolinak a, hát én nem tudom, hogy tudott ilyen kiváló iniciatívát adni, hogy a DAB-ba, egy másik ilyen kiváló helyem, indikálta, megcsináltuk, hogy eljöttem, és ott ugye van egy ilyen program, hogy díjakat osztanak ki, meg mi, de mindig legyen egy valami ilyen más előadás. És én a fotótörténet és a fotó a napjainkba, valami ilyesmi, amihez társult az, hogy 3 hétig ki volt állítva egyrészt a Tamás képei, másrészt az én gyűjteményem, tehát Balla Demeter, Kornis Péter, jelentős fotográfusok, de benn arról beszéltem, amit most nem fogja elmondani, csak nekem is nagy élmény volt, hogy ugye mit jelent az, hogy először egy fotó volt, és az emberek meg tudták látni, mondjuk a portrénál maradjunk, és akkor mit jelentett a digitális forradalom, és akkor mit jelent ma már, hogy ugye milliárd fénykép születik, és mi annak a jelentősége, és épp ezért jelentősek a régi fotók. És körülbelül erről való érde, és ez nekem nagyon jó esett, hogy akkor ezt ott kimondhattam, meg is mondom, hogy nem egy ember odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát én még értem is hallott, hogy ez milyen remek gondolatmenet volt, hogy így a fotókon végigmentünk. És részemről zárásul, tehát ugye megbeszéltük, hogy jobbról balra nézve, ugye 68 éves vagy, mi lesz a következő 50 évet? Hogy látod magad? Van-e olyan terület, amit még kihagytál? Vannak-e álmaid? A bakancsista szót nem használjuk. Álmaid. Más 1000 dologról lehetett volna beszélni, hol jártál, hol utaztál, mit tettél, mit ittál, stb. Mi a következő pár évre azok a legfontosabb célok még, amit egy 68 éves ember még maga elé tűzhet, mert hogy nyilván úgy van hosszú élet, és hosszú tartalmas élet, ha az ember minden évben még mindig vannak tervei. Mik a terveid, Béla? Hát én tényleg nagy szeretettel azért mondom a fiatalságnak, mert ugye sokkal fiatalabbak, hogy azért ebbe ez igaz, hogy ilyen nincs, hogy nem akarok semmit, meg egyéb, de azért a korral, a lehetőségekkel, a mozgásképességgel számolni kell. Tehát azért szerintem egy hülye, aki most mondjuk a Matterhorn megvásását tűzi ki célul, tehát legyen az ember arányokban, és ez vonatkozik a utazásokra is. Tavaly a Milánóban ugye voltunk,
eltérített gép Belgrád, tehát az embert megviselik ezek a dolgok. Én nem szívesen megyek. Annyi helyen voltam, tehát ilyen terveim például nem vannak, ahogy mondta, hogy egy emigráns magyar, nem vannak, hogy az ember azért oda vegye le, ami. És sajnos, ez lehet, hogy beszűkülés is, jobbára ezek a megírni valók és ötleteknek a további kibontása és előadások, hát a jövő évre már kettő le van kötve. Szabad egyik Debrecenben, ugye, a szakdolgozóknál már a címe is megvan, csak ti nem tudhatjátok, hogy micsoda, de Andreával. Tehát ez érteti az embert, mert ezek nem olyanok, hogy szóval erre az ember agya állandóan készül. Engem ez rettenetesen szeretem, szórakoztat. Tehát nem azért, mert tudom, hogy ez talán az Alzheimert késelteti, de egyébként van, hanem azért, mert belülről jön, hogy ez az állandó feladatmegoldás, ami egy kicsit túlzás. Fiaim mondták is, hogy ez túlzás. Még egyet gyorsan elmondok, mikor ezt a memoár helyettet megjelent, és a két fiam, Tamás meg a itt nem lévő Iván elolvasták, akkor azt mondták, ez a feladat megoldás, most már értik, hogy miért nem foglalkoztam velük eleget. Szóval valahogy így van, hát mit tettem? De az unokákon bepótolod ezt, nem? Ez igyekszik az ember, amennyire lehet, de hát ez tényleg így van, hogyha belül az ember egy ilyen állandó, hát neked nem kell mesélni, nem. Mert tudod ezt, akkor ugye ez kitölt mindent, és nem kitérve, tehát én tényleg nem tervezek ilyen utazásokat, örül az ember egy hazai kis, elmegy valahova, lejtő főfele már lihegek, hát nem tud az ember ilyeneket már csinálni. De írni, műgyűjteni lehet lihegve is. Jó, tessenek parancsolni, viszem a mikrofon. Kinek van kérdése, hozzászólás, hát ez nem egy ilyen tudományos dolog, a kérdések, hozzászólások, inkább érzéseket hallottunk, rengeteg jó tanácsot, rengeteg információt, parancsolj. De ha valakinek személyes élménye van, amit ehhez tudnak kötni, akkor azt is szeretettel látjuk. Engem háromszor böntetett meg, és a középső eltalált, hogy tanú vagyok. Tanúsítom, hogy minden szava igaz, mert én Debrecenbe kerültem, de Szegeden végeztem. És akkor már a nagy Gömög Bélát ismertük. Mikor harmadéves korunkban kerültünk be a Korélettani Intézetbe, a retteges Karács Intézetbe, ahol még azt is vigyázzunk el, hogy merre, hogy nézzünk, mert rögtön ráncol. De volt két ember, az egyik a Mustárdi Laci bácsi, a másik Gömör Béla, aki embernek nézte a hallgatót is. És így adott elő, mint itt, így figyeltük, és meg akartuk fogni, hogy hol téved, nem tévedett. Majdnem így is állítom. Köszönöm szépen, Béla. Köszönjük szépen. Többet is parancsoljatok. Tessenek parancsolni. Bárki, bármit. Vannak itt reumatológusok is, vannak itt mások is, van-e valakiben akármi, vagy olyan, amit kérdezni szeretne. Tamás, szeretnél valamit mondani? Nem szeretnél? Annyiszor megszólítattál, hogy mintha te is ott lettél volna az asztalnál. Jó, hát én örülök azért tényleg, Gabi, gondoltam, én próbáltam veled szemezni, de... Én csak régen ismerem. És az az igazság, hogy ő a társaság lelke akkor is, amikor a szórakozásról van szó. Tehát a táncban... Hát ilyen képet direkt nem tettünk be. Most se felülmúlni, pedig az idő eltelt, de a legtovább bírja a táncban ketten. És nem a lassú tánc formát. Igen, tehát azt is megtudtuk, hogy mi a hosszú élet titka, és ennek egy részét az ember... Nyilván vannak lehetőségek, nem mindenkinek van agya, vagy iszéje és szíve, hogy műgyűjtő legyen, vagy akármi, de az, hogy az a lehelletig kell csinálni, az rendben van, természetes. Mondhatok erre, Gabi, ugye ez tényleg a abszolút ilyen beszélgetős tánc, 91 Eulár, előtte két évvel azt hiszem Trencsén Teplicben volt valami ilyen meeting, de voltak az angolok is ott, és ott egy litván nővel lejtettem, és oda jött hozzám az angol professzor Rodney Graham, és azt mondta, most már érti, hogy Budapesten tánc
program lesz. Szóval ez már régi betegség. A reuma kongresszusokon azért szokott lenni, tehát ez így van. Más valami esetleg? Jó, hát még egy tudományos megfigyelés van az, hogy a borban levő cuccok fokozzák az élettartamot, úgyhogy ha ennek a professzori klub borának-tól még 15-20 évet ad neked még a 100-on fölül, akkor rendkívül örülnék neki. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindnyájan le voltunk nyűgözve, mindnyájan nagy szeretettel hallgattunk téged, és ahhoz, hogy még el tudjál jönni néhányszor, ahhoz kell ez a bor. Köszönöm. Fogadj szeretettel. Köszönöm szépen. És akkor a szokás szerint egy kis fogadás, természetesen Béla rendelkezésre áll, aki most nem mert kérdezni, az nyugodtan beszélgessen vele, itt leszünk még egy darabig. Parancsoljatok, fáradjatok ki. Hát ez tényleg jól sikerült, nem? Persze.